Petróczi János, a budapesti honvéd veterán kajakos a kétszeres Európa-bajnok volt aktív karrierje során. Emellett számos érmet gyűjtött be nemzetközi viadalokon. A sport a mai napig fontos szerepet játszik az életében, ugyanis Jani Bá, ahogy a honvéd sporttelepen nevezik, a mai napig aktívan edz. 81 évesen és naponta lejár a hajógyári szigetre súlyokat emelni és evezni. Vele beszélgettünk a pályafutás utáni aktív életről. Hát általában egy héten 6-szor járok edzeni, és azért teszem, mert azt mondták, hogy aki hosszú ideig válogatottba versenyzett, annak mindig versenye, vagy evezni kell, mert különben a szívével, meg egyéb dolgokkal gondok támadnak. És ez így is van. Hát sajnos futás már nem megy, a térdizületem az korábbi fotballozástól megsérült, és sétálni még tudok. Télen konditerem van, vagy kardióedzés van, nyáron pedig vízi edzések vannak. 1000 kilométer fölött evezek még most is általában egy évben, de régebben volt olyan, hogy 3-5 ezeret is leveztem. Hát az az igazság, hogy az ember ugyan elfárad, de a hangulata jó lesz. Valószínű, hogy az erős mozgás közben felszabadulnak olyan dolgok is, és hát végelőben az embernek az önbecsülése is megnő, hogyha valami sikerül. Általában együtt szoktuk evezni középkorú öregekkel, hogy így fogalmazom, viszont a vízen mindig egyedül edzek. Én régen is, kivéve amikor összetartó edzés volt, általában egyedül edzettem. Magányos farkas voltam. Hát a Jani bácsi az minden reggel lejár, pontosan 3-8-kor már itt van, egy órát kondizik, utána bejön ide a büfébe, és akkor megbeszélik a másik csoporttal a politikai-gazdasági helyzetet, meg visszaemlékeznek a régi szép időkre. De van még, mit tudom én, 5-6 idősebb korosztály 70 éven felüli, aki szintén naponta lejön, de azok általában délután szoktak lejönni. Nyári időszakban a Janibá az délután is lejön, de akkor meg vízre száll. Úgyhogy ő kimondottan aktív. A Feróba az már ritkában jön, a Pónyai ritkában jön, ezek mind már 80-on fölül vannak. Úgyhogy van egy, mit tudom én, egy 10 ilyen idősebb korosztály, aki rendszeresen jár. Jani bár régebben indult veterán versenyeken, kontinens bajnokságokon is. Erről is megkérdeztük a BHS-e ikonját. Hát megmondom őszintén, hogy nem indulok már. Utoljára általában elindultam senior versenyeken, mert Master Game-en többször is elindultam, illetve én a maratoni világbajnokságokon, ahol van master verseny, az félmaratoni, ott szoktam indulni. De utoljára 96-ban, amikor 59 éves voltam, Svédországban volt, és olyan rossz rendezés volt, hogy 35-től a halálig, ahogy szokták mondani, mindenkit egyszerre indítottak. Hát ott az olyan kavarodás volt, úgyhogy azt mondtam, azt se tudtam, hol a saját korosztályom, nem volt, utána már nem mentem, úgyhogy magamba versenyzek, nem indulok el már versenyt. Csak a Honvéd.